Pinter Norbertnek hívnak. 30 éves vagyok, vajdasági születésű vagyok, és 5-6 éve élek Szegeden látássérültként. Nagyjából 4 éve elveszítettem a látásomat genetikai szembetegség révén, retinitis pigmentosa, ami így hivatalos nyelven a betegségemnek a neve. Rengeteg műtéten estem át, nem igazán sikerült megoldani, sőt, inkább rosszabb lett minden műtét után sajnos a helyzet. Befejeztem az egyetemet, tanítóképzőt fejeztem, szerencsére kicsit dolgozhattam is a hivatásomban. Nem gondoltam volna, hogy később ilyen helyzetbe kerülök. Hát talpra kellett állni. Nagyon sok mindenben próbálok, és próbáltam is helytállni. Ez egy ilyen nagy hitvallásom, hogy mindig több lábon kell állni. Szerencsére talán ez volt az egyik ilyen mozgatórugó, ami hajtott, meg most is hajt az életben. Felkértek, elkezdhettem tanítani okos eszközöknek a használatát. Különböző alkalmazásokat tanítok a látássérülteknek. Azt gondolom, hogy erre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, és sokkal-sokkal jobban kinyílik a világ a látássérülteknek, hogyha megtanulják jól kezelni ezeket az eszközöket. Próbáltam azt is, hogy a régi dolgaimat valamilyen úton, módon beleszőni a mostani életembe. A festészet volt az egyik ilyen, amit régen még látókoromban űztem, mint hobbi. És utána látássérültként azon gondolkodtam, hogy ezt hogyan is lehetne megoldani. Az utóbbi időben a tapintható festmények előtérbe kerültek, és azt sugalljam az embereknek, hogy ezt bármilyen handicappel meg lehet csinálni. A zene az már nagyon korai időszakban része volt az életemnek. Kiskoromban ugye néptánccal kezdtem, a táncból átvándoroltam a hangszeres zenéhez. Több hangszeren tudok játszani. Rengeteg zenekarom volt így az évek során. Most per pillanat a Manna Dala nevű zenekarban vagyok, mint zeneszerző. Most volt egy igen jól sikerült koncertünk itt Szegeden. Ha valakivel történik egy nagy változás az életében, mondjuk például az, hogy elveszíti a látását, szerintem ezt nem lehet feldolgozni. Folyamatosan hullámvölgyek vannak, el kell ezt siratni. A barátok, család az nagyon fontos. Meg kell találni azt a középutat, hogy ne telepedjünk rá a segítségre. Tehát meg kell tanulnia önállóan élni. Mindig kell találni valami B-tervet, azt gondolom. És ezt próbálom talán átadni is. Szerencsére azt csinálom, amit szeretek, az a munkám, ami a hobbim, vagy az a hobbim, ami a munkám, és igyekszem beleszőni, hogy hogyan lehet akár az informatikával, vagy akár a művészettel is egy ilyet feldolgozni. Azt gondolom, hogy jobban nyitnak a látássérültek a társadalom felé, és szerintem a mostani társadalom is nyit a látássérültek felé, és ezt a kapcsolatot, ezt azt hiszem, hogy ezt érdemes építeni.